Tak jó volt. Igen. Amúgy rohadtul para az a pingvin, hogy ott félig benéz a kamerába. Ja. Hello mindenkinek! Én Kitti vagyok. Én pedig Attila. Ezen a videón már nagyon régóta agyaltam, de eddig nem mertem bevállalni, ugye feltettem a pénztárcámat. A mai videóban Kittikének mindent meg fogok venni, aminek eltalálja az árát. Mutatni fogok neki majd különböző termékeket. Ha kitalálja az árát, akkor az övé lesz. Hát remélem amúgy, hogy semmit nem fogsz eltalálni, szóval mint egy kicsit izgulok. Itt a kis, jó kis sapkám, beledobtam 12 cetlit, mind a 12 cetlin. Mind a 12 cetlin van egy-egy darab üzlet, és Kitti ki fog húzni 5 vagy 6 darabot, mennyit akarsz? 6-ot. De jó. Kitti ki fog húzni 6-ot, és mind a 6 üzletből mutatni fogok neki 3 dolgot, és hogyha eltalálja az árát, akkor az övé lesz. Egyet se fogok eltalálni, szóval... Itt bízd meg magadban. Ezt a videót fel sem fogod tölteni szerintem. Ez a pozitív hozzáállás. Na, hali mindenkinek, megjöttem a szokásos Twitch streambeosztással. Fú, ezt a szót nagyon nehéz kimondani. 25-én, vagyis hétfőn este 6 órakor Among Us-ozni fogunk Kittivel és a szokásos csapattal. 26-án pedig kedden este 6 órakor ilyen randizós játékokkal fogok játszani. Fú, de csábító, mint például a csábítással jeles. És lehet még pénteken is lesz egy Among Us-os stream, ez még nem 100%. Kezdődjön a videó, sziasztok! Sem ugye Kitti nem is tudja, hogy én milyen üzleteket írtam fel, azért is nagyon vicces. Ezt hiszen nem akart még előre megnézni. Minden. Ez most komoly. Aha. Pont ezt húztad ki. Mit? Jaj, az első a Pandora ékszerű. Ez komoly! Pedig felírtam egy csomó gagyit is. Gyűrűt mutass! Nagyon szeretem a Pandorának a dolgait, szóval remélem, hogy ki fogom ezt találni. Ja, én is nagyon remélem. Az első dolog, amit Kittinek mutatni fogok, az egy fülbevaló lesz, mégpedig ez a fülbevaló. Tetszik amúgy, mi a véleményed róla? Jót választottam először. Szerintem nagyon szép, ez úgy látom, hogy ez egy rose gold. Igen, és ezért is rose gold választottam, Kitek ez a kedvence. Most mi van? Ez az első. Most így analizálsz? Igen, igen, most így próbálom, hogy rose gold, emlékszem, hogy egy rose gold gyűrű, azt hiszem 30-valahány ezer. Szerintem ez úgy 38.990 forint. Ez a végső válasz? Igen. 16.900. Ez úgy látszik olcsóbb, drágábbnak lőtted, igen. De amúgy nagyon szép. Hát igen, kár, hogy nem kapod meg. Nézzétek, amúgy ez a körme most nagyon tetszik. És a sminkem az ilyen lepkés smink szeretett volna lenni. Most addig én beszélek, ameddig Ati keresgél. Kitek amúgy van erről és is egy TikTokja, igen, TikTokja, nézzétek most meg. TikTokra csináltam. Szerintem ez micsoda? Szerintem ez egy medál, nem? Igen, ez egy ilyen amulett medál. Szerintem ez tök szép. Szép a színe. Nekem annyira nem tetszik amúgy. Akkor ez, hogyha nem tudod, akkor nem lesz annyira szomorú? Nem. Eladom jó pénzre, akkor tovább. 8000. Pontos válasz, 12500 forint. Ez komoly. Na, eddig tetszik ez a videó nekem. Ez az utolsó. Ez egy karkötő. Amúgy gyűrűnek is kinéz, van ez, hogy gyűrűnek is néztem egy pillanatra. Szerintem ez 24500. Ez egy karkötő, Kitti, gondold át, ennyit segítek. 24.500! 24.500 a valódi válasz? 41.900. Hát akkor a Pandora ennyi volt, sajna Kittikám, ma nem gazdagodott újabb ékszerrel. Na mindegy. Nekem ez tetszik? Na hát. Íme, a második Houndem. Houndem. Mostanában nagyon szeretek a Houndembe vásárolni, főleg ilyen pulcsikat, vagy pólókat, mert szerintem tökre jók vannak. Ezeket jól megtudnom most. Meg a szoknyák is nagyon jók szoktak lenni. Tuki. Nagyon fáj a hátam, Atti. Majd megmasszírozom a videó után. Jó, hogy állj rá, roppanjon. Mi van? Tessék! Mondhatsz különböző kategóriákat. Mi legyen az első kategória, amit nézek a Houndemnél? Ékszer. Ok. Íme a H&M-től az első, ez a ez karika fülkészlet. 3990. Tesz meg, nézd. Annyi? Annyi? De nem vagyok benne biztos. Nem. Ha nem. Basszus. 3495. Most ez komoly. Ezért mondom, hogy ez lehetetlen így kitalálni. Jó, tudod mit? Ezt megkaphatod. Jó. Szeretnék egy napszemüveget. Ilyen citásakat. Úristen, találtam egy nagyon vicceset. Jó, ez lesz a következő. Ne rosszat! Nekem tetszik. Ne! Az ez a csodálatos napszöveg. Világos, ez rózsaszín, világos. 2990. 1495. Hát de ez... hogy néz ki? Ruha vagy pulcsi? Ruha. Behozhatok addig egy rudeszt. Egy rudeszt? Egy túlról rudi. Ja, tőlem hozzám egy rudeszt, oké. Okay. Mi van? És meg is van a H&M-nél az utolsó, az ez a ruha lesz.
És hogy tetszik? Ez aranyos. 4995. Jól gondold el. Akkor 5000. És jó. Nem ám, amúgy hazudtam. 8995. Kell engem átvágni. És akkor jön a harmadik kategória. Aj, csak nem azt, amire gondolok. Ez most komoly? Mi? Ezt csak vízben írtam bele, nem szokott ki. A harmadik kategória az Apple lesz. Át kell néznem, gyors, hagyd nézzem át a oldalt. Úgy konkrétan nem merek itt semmit sem mutatni. Nincs is olcsó, hogy minden drága. Az első felkészültél? Az egy Beats Solo Wireless fejhallgató, mégpedig ez a rose gold színű. Ez nagyon tetszik, ez tökre jó lenne edzéshez. Edzéshez egy ilyen nagy fülhallgató. Ezzel szoktak járni, ha. De nem izzad le benne a fejed? Nem. Hát jó. Ó, Isten, nem tudom! Hát remélem én is, hogy nem fogod tudni semmit. Szerintem 100. Igen. Konkrétan lever a víz. 156 000. Mégse válasz? Nem. Mi? Mi van? 125 000. Ez a végső? Igen. Nézzük az árat, 70 000 forint. Hallod, 80 000-re gondoltam, csak az hittem, is rossz lett volna. De azt hittem, hogy Apple, és akkor, hogy biztos is. De hát ez Beats. Nem értek el. Szóval az nagyon tetszeni fog neked. Ez egy nagyon menő kis állvány, amivel tudnál TikTokokat csinálni, videózni, bármi ilyesmi. A Kittike mindig azon szemed, hogy nincsen a mobilhoz neki állványa. Na igen. 28 900. Még se válasz? Igen. Jó, még egyszer gondold át, annyit segítek. De ahogy, de hallod, abszolút tippem sincsen. Hát épp ez ennek a videónak a lényege. Akkor 19 000. 19 000 mennyi? 990. 19 589. Ez komoly. Jó, ezt elfogadom. Jó. Na most egy telefon, és akkor jó napom lesz. Mi van? iPhone 12 Pro Max 6,7 hüvelykes. De ez hány gigás? 128. Ezt tudom. Mi? Nem! Akkor másut adok! Nem! Ezt már nem! Nem tudod! Igen. 400. Igen. 70. Igen. 9900. Jó, hát nem kapod meg. De hallod! Jó! Kitaláltam! Jó! 512 gigabájtos. Az 567 000. Hát az 611 990. Szóval sajnos nem sikerült ilyet a következő dolog. Kittivel harcoltuk, hogy most majd, amikor lesz az új mobilja, akkor belefizetek neki, mert azért 500 000 ilyen telefon nem akarok venni, ebben nem gondoltam bele. Szóval ez az én hibám, bocsáss meg, Kitti. Semmi gond. Reserved. Na, még mik voltak amúgy? Michael Kors. Most ez komoly? Spar. IKEA. Ó, az nagyon jó lett volna. Rossmann. Igen, az is Douglas. Az is jó. És Dior. Nem, ma jó lesz neked a Reserved. Köszönöm szépen! Első, az ez a kabát lesz. Az cuki. 12 000. Az a végső válasz? 500. 9995. Jó, oké, menjen tovább. Ez a ruha. Ó, ez nagyon jó. 8990. Mi gondold el? 9950. 9995. Jó, ezt elfogadom. Jó. Akkor gazdagodtál egy úgy ilyen csodálatos ruhával. Én nem mentem a vásárba fél pénzem. Én nem mentem a vásárba fél pénzem. Ott itt vettem a vásárba mi fél van? Pénzem. De aki nem... mondta, Kitty, nem fogod megkapni az iPhone-t. Jó, elég! Az utolsó darab az egy magas sarkú bokacsizma lesz, mégpedig ez. Eléggé extrás, de megnézném a Kittit egy ilyenben. Lehet úgy fogok kinézni, mint a csizmás a gandúr. És átverős is az ára, ugyanis le van árazva, szóval két ár is ki van írva. Szóval ki tudja, melyiket fogom elfogadni. Szóval szerintem a csizmák ilyen 12.990-ek szoktak lenni. Ez egy ilyen pontos ár, hogy annyi egy csizma, a férfi csizma kb. 30 000 forint, vagy nem tudom. Na igen. Szóval annyi. 14.995, 20 000 forint van árazva, egyik sem 12 000. Sajna ezt a Kitty nem találta el. Nem baj, Kitty, ügyes voltál. De az iPhone-t találtam, ezért kérem ezt a csizmát. Ennyi volt ez a videó, hogyha tetszett nektek, és hogyha akkor szeretnétek, hogy... Like-ot. De akkor is nyomjatok rá egy lájkot, hogyha szeretnétek, hogyha legyen olyan része, hogy én találom ki a zárokat, és a Kitty veszi meg nekem így a dolgokat. Van. Mi van? Írjátok erre a videót, hogy nem! És írjátok meg lent kommentben, hogy szerintetek Kitty, hogy teljesített, melyik cucc tetszett nektek a legjobban. Reméljük, hogy szép napotok van, én Attila voltam. Én pedig Kitty. Hamarosan újból találkozunk, és sziasztok! Sziasztok! Kövessetek be Twitch-en! Engem meg mindenhol!